az EP81HB25SH típus számú Electrolux akkumulátoros porszívó, egy 25,2 voltos akkumulátorral szerelt modell, lítium-ionos akkumulátorral van szerelve, tehát nem tud túltölteni, folyamatosan a töltőegységen lehet, nincsen memória effektus, mint a hagyományos akkumulátorok esetében. Ezzel az akkumulátorral nagyjából 35 percig üzemel a készülék kemény padló porszívózása esetében, és nagyjából 2,5 óra alatt tölt föl 0-ról 100%-ra. Maga a porszívó egy ciklonrendszerű kialakítású készülék, tehát itt felpörgeti, felgyorsítja a levegő áramoltatását, ezzel rásegítve a szívó hatásra. Teleszkóposan állítható a cső hossza, kényelmesen a testmagassághoz tudjuk állítani azt. Alapból jár hozzá egy turbó szívófej, egy forgókefés kialakítással, ezt egy külön motor hajtja, ez rásegít a szívó hatásra, tehát besöpri a szennyeződést. Flexibilis feje van, tehát minden irányba könnyen billen és forog. Található a szívófej tetején ez a Brush Roll Clean feliratú nyomógomb. Ez azért jó és hasznos, mert amikor ezt megnyomjuk, akkor egy kést enged rá a forgókefére, és esetlegesen a feltekeredett szőrszálat, hajszálat ez a kés összeaprítja, és mindjárt be is szívja a készülék, tehát nem kell egy ollóval nekünk ott végig vagdosni és kézzel lefejteni róla. A készüléknél felül található a főkapcsoló, van rajta egy akkumulátor telítettség visszajelző, illetve ugye a fokozatokat szintén a nyomógomb segítségével tudjuk beállítani. Az automata fokozatnál a készülék felismeri azt, hogy milyen felületet porszívózunk, a szívó hatásból méri ezt fel, és automatikusan hozzáigazítja a szívás erősségét. Egy levehető akkumulátorral van ellátva, a nyomógomb megnyomásával le tudjuk húzni róla, tehát hogyha az évek alatt az akkumulátor tönkre megy, akkor egyszerűen könnyen házilag is cserélhető. A teleszkópos fém csőről a gomb benyomásával le tudjuk húzni magát a porszívót. Ugye műanyag tartályba gyűjti a szennyeződést, ez a műanyag tartály viszont nagyon könnyen egyszerűen lebillenthető magáról a készülékről, és ugye magát a szűrőt, azt ki tudjuk húzni belőle, ki tudjuk üríteni a szennyeződést, ha kell, akkor ki is tudjuk öblíteni. Magához a kézi egységhez is, vagy hogyha levesszük a teleszkópos csövet a normál szívófejről, akkor akár ugye meghosszabbítás céljából a különböző tartozékokat rá tudjuk helyezni a készülékre. Van hozzá egy külön kárpit tisztítófej, ami szintén motoros forgókefével van ellátva, tehát kárpitozott bútoroknak a felületét tökéletesen lehet vele tisztítani, tehát ezt akár ide, akár pedig a kézi egységre közvetlenül fel tudjuk csatlakoztatni. Ugyanezen az elven fel tudjuk csatlakoztatni ezt a kis porecsetet, egy ilyen részszívófejjel kombinált változatban, vagy van még hozzá megint csak egy bútortisztító kefe, és hogyha esetleg mondjuk egy magasabb polcra szeretnénk felnyúlni, akkor van egy ilyen flexibilis közbeöső egység, ezt rá tudjuk tenni ugye magára a szívófejre, és akkor fel tudunk nyúlni vele nehezen elérhető részekre is. A tartozékokat kényelmesen tudjuk a készülék talprészéhez csatlakoztatva tárolni, tehát így mindig kéznél lesznek ezek a kiegészítő elemek. Ugye maga a tartó egység egyben a töltő is, amelyet tudunk ugye a hálózathoz csatlakoztatni. Electrolux akkumulátoros porszívó, forgókefés szívófejjel, kárpit tisztítófejjel, automata szívóerő szabályozással, 25,2 voltos lítium-ionos akkumulátorral.